Mortal Kombat! Szerbusztok, kedves embertársaim, én Oszkár vagyok, tengermély a tisztelet, és ez itt a Mortal Kombat 10 Classic Tower sorozatom következő része. Tanya nénivel fogunk most menni. Gyönyörűségesen három variánsa van, ugye a Pyromancer. Ezzel tűzlabdákat tudsz dobálni, plusz egy olyan port rászorni az ellenfélre, amit hogyha utána egy tűzlabdával meggyújtasz, akkor nagyobbat sebez. A Kobujutsu, azt hiszem, hogy ezt a variánst játszottam végig, ez meg ilyen közelharci eszközt ugye használ, és ezzel brutális kombókat lehet véghez vinni. A Dragon Naginata, tehát a Sárkány Naginata, az pedig egy Naginata nevű botszerű penge eszközzel harcol. Ebből is látszik, hogy buzi Kung Jin, ugyanis azt mondta, hogy egy Shaolinnal fogsz szembe kerülni, Tanya. És erre Tanya azt mondja, hogy is egy meglepően jóképű Shaolinnal. Erre ugye Kung Jin mondja, hogy rossz ajtón kopogtatsz, hogy valami ilyesmit mondott. Ebből is látszik, hogy nem gerjed a nőstényre. Na, amit mondani akartam, az tulajdonképpen az, hogy ez a variánsa a legelterjedtebb. Igazság szerint. Mert tudni illik. Van egy olyan kombósorozata ennek a variánsának, Tanyának, hogy egymástán 6-szor megüti az ellenfelet ezekkel a közelharci eszközökkel. Nem tudom pontosan a megnevezését az eszköznek. És hogyha ki is védi az ellenfél, az rengeteg chip damage-t jelent. Tehát tudjátok, ez a védekezés során bevitt sebzés. És van egy hetedik sebzés, vagyis egy támadás, amit ráadásul még enchantolni is lehet. És hogyha azt enchantolod, azzal a levegőbe küldöd az ellenfelet, és egy majdnem egy full kombót még hozzá tudsz vágni. Tehát tulajdonképpen a chip damage-el egybekötve az egy full kombó volt, ami ilyen 36-7%-ot jelent. És az a probléma ugye Tanyával, mármint hogyha ellenfélként kerülsz vele szembe, hogy ezt a hosszú kombósorozatát bármikor meg tudja szakítani, tehát bármelyik fázisban, mármint hogyha úgy programozza be ugye előre az ember, és egy másikkal folytatja. Szóval meglepetésszerű támadást lehet indítani. És ez az, hogy mondjuk az első hatot kivéded, de a hetedikre nem számítasz, az levegőbe küld, és jön a full kombó. Vagy mit tudom én, kivéd az első négyet, és utána számítasz az ötödik, hatodikra, meg esetleg hetedikre, de nem az jön, hanem kezdi újra. Tehát nagyon ügyesen kell igazából csinálni. Úgyhogy Tanya néni nem csak szexi, de nagyon erős karakter, közkedvelt karakter. Tornákat is sorozatosan nyernek meg vele. Na, Kényó bácsi. Talán a Cutthroat Kényóval fogunk megküzdeni. Tanya? Kényó. Zuszcsizzunk. magyar fordítás. Zuszcsizzunk. Hát igen. Egyébként igen, Tanyával lehet teleportálgatni is előre-hátra. Össze-vissza, és ennek is megvan ugye az előnye, hogy úgy tudunk előrébb jutni, hogy a futáshoz szükséges energiamezőt nem égetjük el, úgymond. Csak persze megvan a veszélye annak, hogy ha rosszul időzíted, akkor kapsz egy kombót az arcodba, de hát ez összes karakterről így van, igazság szerint. Szóval egy bonyolultabb karakter Tanya, tehát ahogy látjátok, azért egy pár perc alatt nem lehet hatékonyan kitanulni. De még így is végig tudtam vinni médiumon, tehát jó karakter. Azt a bonyolult kombót egyébként azt hiszem, hogy nem fogom tudni bemutatni nektek. Próbáltam ráérezni, meg ugye training módban is gyakorolni egy picit, de nem igazán sikerült. Beszabadult ide egy légy, vagy mi ez? Vagy csak képzelődtem? Éppen egy hosszú sétáról jöttem haza. Ja, csak egy galamb volt. Mármint nem beröppent a galamb, hanem kint röpült. Csak messze volt, és amikor így hirtelen így tudod, perspektívikusan így oda néztem, akkor azt hittem, hogy az egy légy volt, de nem légy volt, hanem egy kinti galamb. Na, szexi nyakba ülős mozdulat, bumcs! És ennyi volt.
ezek az edéniai nőstények egyébként nagyon szexik, meg jók, meg ugye örök életűek, tehát ezek halhatatlanok, ilyen 25 év körüli testben megrekednek, és lehet, hogy Tanya is már több tízezer éves, ki tudja. Lehet némi tapasztalat, ami... Úgyhogy... ennyi. Hú, micsoda szép görögdinnyék vannak ott a háttérben. Habár azt a csíkos fajtát nem szeretem. Egyszer szülőkkel vettünk hazafelé jövet Pestről, és nem volt jó. Majdnem kihánytuk. Elrontottuk a gyomrunkat vele. Hello. Hello. Pathetic little man. Szánalmas kicsi ember. Good looking, but I'm gonna... jó képű vagyok, de... Johnny Cage. Na szóval elrontottuk a belünket, és majdnem hánytunk attól a görögdinnyétől. De van annak valami külön neve. Mert van ugye a csíkos görögdinnye, meg a sima zöld héjú. Na a sima zöld héjú, azt szeretem, behűtve, de finom. Állítólag lehet mag nélkülit is kapni, aminek ugye az előnye, hogy szeleteled, zabálod. Hú, majd ilyen zuhanó repülésben jönnek a galambok, hát mi van itt már, égi háború? Odakint nem hullanak a bombák, de hogy besötétedett? Előbb jöttem haza, még akkor világos volt, most meg puff. Furcsa, mi? Amit hol tartottam, jaj, dinnyénél, igen. Hát igen. Szóval a dinnye az jó, a dinnyosz. Dinnyoszkár. Ő a jókedv, nem? Szeretitek a jókedvű videókat. Hát tényleg az ember azért ül le YouTube-ot nézni, nem az, hogy szomorkodjon, vagy hogy nagyon-nagyon mély gondolatokat feszegessen, hanem hogy szórakozzon. Tehát én is azért igyekszek alapvetően jókedvű lenni. Mert nekem is jobb ez így, hogy mosolygok inkább többet, meg így hülyéskedek, mint hogy állandóan a komoly dolgokat szem előtt tartom. Persze időnként jól jön egy-egy filó videó, vagy egy csocsogjunk videóban egy-két komolyabb kérdés megválaszolása, azt is hál' Istennek szeretitek, én ennek örülök azért, mert vannak nekem is azért jó pillanataim. Egyébként érdekes az is, hogy sokszor van az, hogy mit tudom én, hogy időnként rendelek egy pizzát, vagy ilyesmi, vagy valami ételt, hát lent ugye várakozok. Tehát várom a futárt magyarul, és akkor egy fél órára ott a ajtó előtt leülök gondolkodni ilyesmi. És azokat a gondolatmeneteimet kéne így hangosan egy kamerának meg elbeszélni. Tehát azokat a filózásaimat, mert azok annyira összeszedettek meg minden, hogy azt úgy, ugyanolyan szinten, tehát ilyen közel sem tudom olyan szinten előadni, amikor úgy rákészülök egy videóra, mint amikor külön így gondolkodgatok. Viszont mire rájövök arra, hogy ó, basszus kúcs, de jó lett volna felvenni ezt a gondolatmenetet, addigra már megjött a pizza. Meg, szóval nem jut eszembe az, hogy na, akkor most vegyem elő a kamerát, meg ilyesmi. Hát igen, ezért jó a GoPro, meg ezek a cuccok, tehát amit, ja, mondjuk a GoPro-t sem vlogolásra találták ki, de szóval egy olyan kamera, aminek jó hangminősége, jó képminősége, tényleg megnyomod és leteszed, és már mondhatod is. De az igazság, hogy még ez sem biztos, hogy megoldaná, mert tehát végülis, amikor már be van kapcsolva a kamera, tényleg az van, hogy akkor kell valami köszönni, és hogy sziasztok, hogy izé, tehát mint hogyha tényleg az a kamera ott egy több ezer fős társaság lenne, akik most nézik, amit én beszélek, és akkor már megváltozik az embernek a izéje. Hát amit Herbie is mondott, és ez teljesen így van, a kvantum fizika, vagy kvantummechanika, tehát hogyha megfigyelünk valamit, egy jelenséget, akkor az megváltoztatja a tulajdonságait. Ha nem is teljesen, de hogy nem ugyanolyan, mint hogyha nem figyelik meg, az 100%. Tehát például ugye van az a kísérlet, amikor fényt vetítenek rá egy falra, de a fal előtt egy lemez van, és azon, hát lyuk, van egy lyuk. Tehát egy lyukon keresztül mennek a részecskék. És két szobában van ez a kísérlet ugyanígy felállítva. Az egyik szobát megfigyelik, a másikat nem figyelik meg, viszont mégis méréseket lehet tenni ez ügyben. Tehát, hogy végülis megfigyelik, de nem, tehát közvetve megfigyelik mindkét jelenséget, de nem közvetlenül. Na és úgy tűnik, hogy a kettő között van különbség. Mert nyilván, hogyha közvetve sem lehetne megfigyelni a különbséget, akkor ugyanaz lenne a két eredmény. De itt jön a poén, hogy az egyik szobában úgy megy át a fény, ahogy számítunk rá, hogy átmegy.
amikor meg megfigyelik, akkor mintázat alakul ki. Tehát, hogyha így konkrétan a szemgolyóddal, vagy egy kamerával, vagy bármilyen közvetlen eszközzel megfigyeled a jelenséget, akkor azt hiszem, hogy akkor van az, hogy rendezett minták alakulnak ki a falon, a túloldalon. Ha viszont nem figyeled meg, de mérésekkel azért dekódolod a dolgot, akkor így össze-vissza szétvetül. Érdekes jelenség ez. És ugyanez van egyébként az emberekkel is, a videósokkal is, hogyha kamerába mondják, mikrofonba, tehát tudják azt, hogy na most ezt sokan fogják látni, hallani, akkor máshogy csinálja a dolgokat. Fú, Reptile-nak ez a időlassító mozdulata egyébként nagyon állat, ezt csodálom, hogy nem használják a nagy meccseken, mert hát most gondold el, hogyha elkapod egy kombóval, akkor sokkal nagyobbat lehet sebezni így, hiszen lassítva esik lefelé, és akkor sokkal hosszabb kombót tudnál bevinni az ellenfél testébe, gondolom én. Úgyhogy hát ennyi. Ez van, ez 2, ez 3, ez 4, ez 5, ez 6, ez 7, ez 8, ez 9, ez 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Németül. X-ray! Recs! Bumcs! Zrumcs! És bumcs! Durva, 35%. Azért ez durva egy. Szépen haladunk, szépen püffölgetem az ellenfeleket. Nagyon durva egy. Szóval a Reptile-nak ez az időlassító cucca, és hát nem időlassítás, hanem tulajdonképpen a gyorsaságát növeli meg. Csak ez az ő számára úgy tűnik, mintha lelassult volna a világ körülötte. Ez marha jó dolog ám. Ez van. Kár, hogy Tanyának olyan fehéren világítanak a szemei. A történetmódban, a 1.0-as verziójában a játéknak nem világítottak a szemei, szerintem, hogy jobban nézett ki. Egy se rossz, de lehetnének rendes szemei. Tor, finally kill Farah. Így is megvan a varázsuk, de na, ez ilyen furcsa. Jó kis kombó. Ja, ez a bepáncélozott Jason. Ez is nagyon durva. Mondjuk annyi, hogy igen, hogyha a páncél hatása lemegy, akkor egy ingyen full kombót vághatsz az ellenfélhez. De egy profi játékos addig szétszedi a ellenfelét. És kész, ennyi volt. Egy szabad Edéniáért! Hát igen, mert gondolom, hogy Shao Kahn Edéniát elég keményen bevette. Részben úgy, hogy Sindelt vette feleségül annó. És ugye hát... Valahogy így történetet, és hát így módon végül is Edéniát bevette. De amúgy nem ismerem annyira a történetet. De valahogy a Mortal Kombatben annyira a történet nem érdekes szerintem, szóval, amit hát persze érdekes lehet, meg minden, de nem az a lényeg, hogy most mi a történet, hanem a bunyók alapvetően. Nagy szadista verekedések. Persze egy jó történet az még érdekesebbé teheti a dolgokat, tehát nem azt mondom, hogy lényegtelen a történet, csak annyira azért nem fontos az MK-ban, hogy minden részletet tudjon az ember. A fantáziájával kiegészíti a dolgokat. Így igaz. Jason elpusztult. Érdekes, hogy Jason-t a filmekben tudtam szerint nem lehetett véglegesen elpusztítani, tehát hogyha minden molekuláját megsemmisítetted, akkor is egy idő után úgy megjelent. Összeállt. Nothing you have, Tremor. I will have your blood. Round one. Fight. A véredet veszem, Tanya. Egyébként ez a Tremor is valami herceg.
Egy Goruhoz hasonlóan valami, valaminek a hercege. Azt nem tudom, hogy Tanya egyébként ő kicsoda, egy sima ninja lány lenne, vagy valami bérgyilkos szerűség, azt hiszem. De itt végülis a Mortal Kombatben minden karakter valami nagyon speciális háttértörténettel rendelkezik, szóval, hogy olyan teljesen hétköznapi harcosok nincsenek benne. De még Johnny Cage is egy nagy filmsztár, meg minden. Tehát nem akárki, senki sem akárki, úgymond. Mi az a kristály, amit ott megidézett a háttérben? Abból az erejét meríti, vagy az hozzá lehet vágni az ellenfélhez? Egyébként ez a Crystal Line, ez is egy nagyon elterjedt variánsa Tremornak, mert egy ilyen páncélt tudsz magadra tenni, ami az első ütésnél ugyan megsemmisül, viszont szabadon tudsz indítani egy kombót. Tehát indítod, az első ütéssel nem szakítják meg a támadásodat, és a másodikkal meg már te ütöd a ellenfelet, szóval nagyon jó. Ez már durva. Hogy jutnak ilyen kivégzések a fejlesztők eszébe? Vannak ilyen kivégzés ülések állítólag, tehát hogy kerekasztal beszélget és leülnek. Na akkor mondjatok minél durvább fatality-ket. Another fool wants to test me. You'll have to wait till we're done. Round one, fight. Kenshi. Kenshi meg Johnny Cage összehaverkodtak a történetmódban amúgy. Emlékeztek rá. Tehát szimpatizálnak is egymással, tehát mondhatod, hogy barátok. Azt tetszik a MK10-es Kenshi-ben, hogy nem olyan merev karakter, mint ugye a többi. De kicsit Johnny Cage-jel valóban ezért haverkodik össze, tehát nem olyan mereven látja a világot, mint mondjuk Scorpion, hogy bosszú, a bosszú utoléri Sub-Zero-t, akkor akármi is van, ha az univerzum megsemmisül, akkor is bosszút állok. Szóval nem ez a merev karakter. Persze, annak is megvan a szépsége, de valahogy ez így szimpatikusabb. Szóval nem annyira merev a karakter, de mégis komolyan veszi a harcot, meg minden is. Nagyon jó képességei vannak, stb. Most csak 34%-ot vett le? Igen, valószínűleg nem kombóból indítottam annyira. Zuty! Suty! Zuty puty! Tuty! De miket mond ilyenkor a karakter? Mert ez nem angolul mondja szerintem, vagy lehet, hogy angolul, csak nem értem. Szerintem nem angolul. Egyébként ez a Kleopátra hajviselet, ez nekem tetszik. Tehát Kleopátrának volt ilyen, tehát hogy így homlokig le volt elől vágva a haj, a csajnak. Körülbelül így válligérő frizura, de olyan egységesen van levágva. Mondjuk Tanyának hátrafelé egy kicsit, tehát olyan furcsán van levágva. Ilyen kicsit körszerűen. De ja, ez a hajviselet tetszik. Goró bácsi. Prince Goró. Goró herceget visszazavarjuk a sarokba. Kintaro egyszerűen megszűnt létezni. De tényleg Kintaro mi történt igazából? Mert azt tudom, hogy ugye a MK9-ben megverte Kung Lao Kintarót, de nem ölte meg. De lehet, hogy belehalt, csak azt nem mutatták. Jó, mondjuk a 10. részben néhány karaktert azért nem tettek bele, mert hogy ugye variáns formájában végül is benne van, tehát például Jade-nek az egyik Kitanának az egyik variánsa Jade, tulajdonképpen. Akkor Cyrex-et, Sektort, meg Smoke-ot is azért nem tették bele az alapjátékba, mert számítottak majd arra, vagyis készültek azzal, hogy majd DLC karakterekként végül is benne lesznek ugye Triborg személyében, aki egy olyan Keyborg, akinek ugye három variánsa van, Sektor, Cyrex és Smoke. Cyber Smoke. Ajjaj. Na vajon győzni fogok-e? Szerinted győzni? Fogok. Lehet fogadásokat tenni.
Holy shit! Puncs! Puncs! Szeretitek a puncs fagyit? De ez a mosoly Gorónak az arcán. Az a... Nem is tudom úgy bemutatni. Tanya! This should not take long. Ez nem tart sokáig. Meg Tanyának a legszexibb a hangja szerintem az egész játékban. Ez van. Na, az a bozot szerinted fogom használni ott a sarokban? Mit szólsz hozzá? Szerinted fogom használni? Hú, és eléggé megvertem. Hát persze, hogy fogom, recs! Hop, 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 hop. Zúgy! 16% egy mozdulat. Nem rossz, nem rossz. You may die now! Most már meghalhatsz. Na, az a kék por egyébként, amit most láttatok a kezében Tanyának. Az egyik variánsa, ugye a Pyromancer azt szórja így az ellenfélre. És hogyha tisztán bekapsz egy tűzlabdát, ilyen állapotban valami 25%-ot sebez. Szóval megéri. Vagy 20%-ot, lehet, hogy csak annyit, de hát az is marhasok. Egy mozdulattal gyakorlatilag. És hát kettővel, de áttételesen végül is egy. Combo City! Jajjaj! És azt hiszem, hogy ennyi volt. Goró bácsinak befellegzett ezzel a karrierje. Így van. Most már meghalhatsz? You may die now! A kis gimnaszta Tanya. Gimnasztikus. Kissé gimnasztikus, kissé utópisztikus. Csodálkozhattok azon, esetleg már felismerült egy-két nézőmben, hogy miért nem az új mikrofont használom gameplay készítésre. Azért, mert ez jobb gameplay készítéshez egész egyszerűen. Szóval a másikat ezt így be kéne ide lógatni, és nem lenne annyira jó. Vagyis ha nem kéne belógatni, tehát távolról is jól felveszi a hangomat, csak akkor nagyon az van, hogy visszhangzik a hangom. Tehát az egy cél mikrofon, lássuk be. De ettől függetlenül nagyon örülök, hogy ezt megvettem. Tehát fogom tudni használni. Az is lehet, hogy majd a csacsogjunk videóimat, úgy fogom, csak ugye úgy, hogy közelebb teszem a számhoz. Meg kardioidra állítom, ugye az előző 55-ös részben ott monóra volt állítva, és ezért mindent felvett, és úgy visszhangzott, mint a istennyila. Futy, zuty és suty! De komolyan egy ilyen helyes nőt én meg se tudnék ütni, úgy tiszta szívvel. Tehát már csak azért is lenne nehéz harcolni egy ilyen szexi nővel szemben, mert hát nem akarsz neki fájdalmat okozni. Na persze, hogyha a gerincemet törni el minden egyes mozdulattal, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy hát jó van, oké, akkor azért egy barackot kapsz a fejedre. Hát, micsoda kombó volt az Shinnok bácsi. Shinnok bácsi, aki a negyedik részben jelent meg először, jelentél meg bizony. És akkor úgy működött, mint Shang Tsung egyébként, tehát le tudta utánozni a ellenfeleit. Ezt itt a tizedik részben annyival tudták le, hogy egy-két képességet el tudsz lopni az aktuális ellenfelettől. De a MK4-ben ott az bármelyik ellenfél, bármelyik karakterre át tudtál alakulni, kivéve Gorót, ugye. Kint állva is izét, motárót tehetnék már be igazán valamelyik MK részben. Én már a tizedik részben is számítottam rá, mint DLC karakter, de mondjuk ugye azért lenne bonyolult, mert a MK3-ban jelent meg azt hiszem ő először, és talán utoljára. Nem tudom, nem utoljára, tehát a későbbi részekben is benne volt, de azt hiszem talán a harmadik részben jelent meg először, és akkor még ló formában. Tehát rendesen ló teste volt, és férfi felső teste, tehát ahol a lónak a feje van, onnan kezdődött. Hát, hogy szokták ezt mondani? Kentaur volt tulajdonképpen. Na, hogyha abban a formában próbálnák visszahozni,
akármelyik MK részben, hát ugye az bonyolult lenne leanimálni, mert akkor az X-ray mozdulatokat is máshogy kéne véghez vinni, meg ilyenek. De mondjuk úgy meg lehetne, hogy nem lóformában, hanem annyi, hogy tehát a lábai azok lóból lennének, meg patája lenne, jó nagy darab, és férfi felső testtel, tehát esetleg úgy meg lehetne csinálni, ahogy volt is egyébként valami, talán a Deception-ben, nem? Tehát Deception így volt benne. Na, ez alkalommal muszáj megverni. Azt hiszem sikerülni is fog. És kész! Na, akkor lássuk a magyarul feliratozott Tanya befejező videó részt. With Melina executed, Tanya's dreams of a free Edenia seemed dead as well. She and the other rebels were fugitives from Kotal Kahn's justice. Her fellow Edenian, Rain, had proved a powerful ally and a satisfactory consort. But he had become useless to her. In exchange for leniency, Tanya informed the Khan of Rain's whereabouts. Imprisoned, but alive, Tanya's plotting began anew. Rain-t megégették, mint a disznót. Megpörkölték. Na, remélem, hogy tetszett ez a rész is, kedves testvéreim, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, hadd gyarapodjunk csak, és találkozunk a következő videómban, mint ahogy mindig. Sziasztok!